A víz, a labda, a sapka adott, és néha már a mozdulatok is hasonlítanak a vízilabdázótól látottakra. A Sóstói strand nagy medencében játszanak azok a gyerekek, akik az Aquaese úszó és vízilabda táborának negyedik turnusára jelentkeztek. Ezen a héten közel 150-en vannak, a jövő heti utolsó turnussal együtt mintegy 600-an kerültek közelebb a sportákhoz. Bár a gyerekek a medence legmélyebb részén játszanak, láthatóan teljes biztonsággal mozognak a vízben. Ezeknek a gyerekeknek megvan a vízbiztonságuk, de teljesen a nullán vannak még. A labdát próbáljuk még a kezükbe adni, próbáljuk őket úgy csapatként együtt úgy irányítani, hogy játékosan próbáljanak a sporták felé egy kicsit orientálódni. A legfontosabb az, hogy az alapúszás oktatással kezdjük, annak a képzésével. A legfontosabb a technika és a vízbiztonság, mint ahogy említetted, és azt követően mennek be a vízbe, és a vízilabdát kezdik majd onnan folytatni. Urvin Tibor edző szerint fontos, hogy a kezdők tökéletesen sajátítsák el a sporták alapjait, és ehhez a nyári táborok is segítséget nyújtanak. A kánikulában pedig kifejezetten élvezik a gyerekek, hogy vízben lehetnek. Élvezzük, most láttuk az időjárás jelentést, délután lesz egy kis vihar, de hál' Istennek most még nagyon jó az idő, úgyhogy nagyon jó, kellemes a víz is, úgyhogy nagyon élvezték a vízilabda foglalkozást. Tegnap úsztunk, délután úszunk mindig, és akkor délelőtt ilyenkor van lehetőségünk vízbe menni, és a labdás foglalkozásokat megcsinálni. Hál' Istennek nagyon sokan vagyunk. Nagyon sok olyan tehetséges gyereket látok, akit hétvégén meg fogunk kérni arra, hogy csatlakozzon hozzánk majd augusztus 21-től a kezdő csapatunkba. Ez egy jó alkalom arra, hogy toborozzunk is. Hála jó Istennek a létszám megvan. Nagyon sok lelkes gyermek van a vízilabda irányába. Ha nézzük, akkor nagyon szeretik ezt a sportot csinálni, és láthatátok, hogy több csapatban, hát mindenki a tudásának megfelelő szinten, de élvezik a játékot, úgyhogy pozitívan látom a jövőt. Az Aquaese csapatai augusztusban elkezdik a felkészülést, aztán ősszel indulnak a különböző bajnokságok. A korosztályok ugyanazok maradnak, mint a tavalyi évben, egészen a gyerektől az ifig, gyerek serdülő ifi, a gyereken belül gyerek 1-2-3-4-es korosztály, országosba 3 csapattal fogunk indulni, észak-keleti régió ligával szintén 3 csapattal, és még kibővül egy gyerek 2-es országos lánycsapat részvételével az Aquaese-nek a repertoája. Ez egy újdonság, mert saját csapattal még nem indultunk a lánykorosztályba, mindig csak vegyesen az Egernek az egyesületével közösen, mert nem tudtunk kiállni, nem volt létszámunk, most megpróbáljuk az idejében mindenféleképpen. A bajnoki idényító előtt felkészülési tornákon vesznek részt az Aquaese csapatai, a sort az U12-es együttes nyitja egy augusztus végi szentesi fellépéssel.